Sólyom Gyula volt az egyik koncertő. Jó voltál, Gyula? Igen, Bajtani András a másik. Hát körülbelül ez az, amit kívántunk, hogy jó mérkőzést láttunk, azt azért láthattuk is. És most van arra a lehetőség, hogy újra egyenlítsen Morán Gábor révén, például aki most állt be a csapatba, egyenlítenek. Jelenleg 2-1-re vezet a Veresegyházi csapat. Jó a szerelési kísérlet, Fultonnak készében. És ez már nem csak kísérlet, hanem szerelése. A másik oldalra, Maglódi Attila. Ezzel Sólyom Gyula már két gólos. Lévar, ügyes voltál! Jó, kapsz majd egy film előre. Jó a beszéd. Három, egy tehát a Veresegyházi öreg fiú kamarás, aztán nem mutatott olyan játékot, de nagyon-nagyon ügyesen használták ki a Veresegyházi öreg fiú. A színész újságíró válogatottak a pillanatnyi megingását, ezzel vezetnek egy három. Nem tudta már megmenteni Borsi Márton. Így tehát kirúgás, Kövesfalvi Pista, magabiztos, mondhatnám túlzottan is magabiztos. Látszik, hogy nem egy-két évet töltött el a labdarúgó pályán és védett nagy-nagy mérkőzéseket, kicsit a randalókhoz. Szép, megint nagyon jól felszállt. Hol van? Hol van? Hol van? Hol van? Hagyjad be középre! Hol van az idő? Még egyet megjelent. Terek Andris volt az, aki végül is kihúzódott ide a jobb oldalra, és megállította a Veresegyházi akciót. Borsi, még mindig Borsi. Vigyázz a dobzárt, nézzetek föl! Jó, betonvédelem. Semmi nem volt, Borsi. Szabadrugát ítél, Lukás László játékvezető, mégpedig azért, mert rátartottak Borsi Marci lábára. Megint Borsinál van, tessenek csak figyelni. Csak ő Gergely. Balázs Kavi. Te jól beszél a jobb oldalra. Lajos. Aztán Gergely. Nézi, hogy kinek adhatná. Senki nem mozdul, ezért teteszi közékre, visszakapná. De nagyon jó ütemezik közben. Tóth Norbert. És így színészújságíró válogatott tudását. Hát egy kicsit biztassuk már ezeket a fiókat, már legalábbis a színészújságíró válogatott a kórfelhúz alatt, hogy fel tudjanak jönni, fel tudjanak zárkodni. Sütő Jani, ő is most jött be. Jó az a beadás? Hát jó volt a beadás. Jó, van elérted! Nagyon jól jött a ezzel tekintetileg megkülönösödött az előrehaladásban. Telek, Andris, Morár Gábor. Aztán újra Borsi. Gergely még hozzá. Pontosan visszakerül az a Balázs Palihoz. Balázs Pali hosszan indít. Hát, így van. Köszönjük szépen, játékvezető.